Atyán, köszönjük neked, hogy amikor emlékezhetünk a múltra, akkor személyes életünk számtalan eseménye megelevenedik. Megelevenedik sok-sok gyógyulás, nyomorúságból való szabadítás. Köszönjük, hogy ott van emlékeink között az a bűnös, elveszett élet, amely reménytelenül élt, de magasztalunk téged, hogy ott lehet emlékeink között a bűnbocsánat első öröme, a megújított életünk az, amikor megfogtad a kezünket, és mi is megszoríthattuk azt. És köszönjük, hogy ezen túl is számtalan más esemény. Magasztalunk téged, mert ezek nem csak emlékek egy porosodó albumban. Te ma is élő Úr vagy, velünk vagy. És nyomorúságainkban, örömeinkben, kérdéseinkben, útkereszteződéseinkben tudjuk, hogy számolhatunk veled. És a múlt így lesz erőforrássá. És köszönjünk, Atyánk, hogy abban is bizonyosak lehetünk, hogy nem csak múltunk van benned, nem csak jelenünk, de jövőnk is. És ez a jövő átível a földi élet határán túlra, az örökké valóságra. Atyánk, munkáld bennünk bizalmunk erősödését, munkáld bennünk, hogy egyre jobban szorítsuk a kezedet, hogy bátrabbak legyünk, hogy békességesebb legyen az életünk, és legyen erőnk arra, hogy tanúságot tegyünk mindenhol a te felséges nevedről. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, legszentebb itt alant a föld színén. Így kezdődik 340. énekünk. 340. énekünket énekeljük. Kedves gyülekezet, ezen a délelőttön
gyülekezetünk két helyen vesz részt nagyobb csoportba istentiszteleten. Már megkezdődött az ausztriai Pandorfban a kiránduló csoportunknak, a bosznyi kiránduló csoportnak az istentisztelete, ahol a testvérek bizonyságtétellel és egyéb szolgálatokkal képviselik a gyülekezetünket, mi pedig itthon maradtunk Rákoscsabán, hisszük, hogy a Jóisten összekapcsol lelke által bennünket, az ottaniakat is és bennünket. Mi olvassuk együtt Istenünk igéjét a Jelenések könyvéből, Jelenések könyvének 3. fejezetéből, a 14. és a 22. versek között igeszakasz alapján. Tehát a 3. fejezet 14. versétől, az ige olvasása után majd Szabó Zoltán testvér fog imádkozni. A Laodicei gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónumon, mint ahogy én is győztem és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható kegyelmes jó atyánk, tiéd a dicsőség azért, hogy újra itt lehetünk, a te szent színed előtt, a te szent igéddel. Hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk, és hogy fohászkodhatunk hozzád. Urunk, hála a te igédért, hála azért, hogy tudhatunk róla, tudhatunk téged, magunknak tudhatunk téged. Kérlek, Uram, te légy velünk ebbe az órába, te küld szent lelkedet, te nyisd meg a szívünket és a füleinket, és Uram, te légy az ige szólójával, áld meg minden mozdulatát, minden szavát. Így légy velünk, te áld meg minket. Amen. Amen. Fohászkodjunk énekben is, testvéreim, áldásod gazdag folyóit, árazd de világra szét. 446. énekünket énekeljük. 446. énekünket. Thank you.
Kedves gyülekezet, pár évvel ezelőtt egy nyári vasárnapot úgy kezdtünk, hogy nagyon esett az eső. És jöttek az esernyős testvérek és testvérnők az imaházba. Aztán az akkori gondnok testvérek nem győzték hova tenni a sok esernyőt. Tele volt az imaház előtere esernyővel. Isten tisztelet végére szépen kisütött a nap, és ballagtak haza a testvérek. A délutáni Isten tisztelet előtt megint volt egy zápor. És akkor különféle öltözetbe jöttek a testvérek. Volt, aki esernyőbe, volt, aki fóliát húzott a fejére, volt, aki kicsit ázottan rohant be a kapuból, és akiknél nem volt esernyő, többen azt mondták, testvér, délelőtt itt hagytam az esernyőmet. De miért is hagyták itt az esernyőjüket? Azért, mert sütött a nap, amikor hazamentek. És elfelejtették, hogy esernyővel kellett jönni az imaházba. Miért is jegyezték volna meg? Hiszen az esernyő csak akkor húzza fel az ember normál esetben, ha esik az eső. Elhagyták az esernyőjüket. Kedves gyülekezet, az elmúlt vasárnap délelőtt kezdtünk egy sorozatot, amelynek a témája a hit. Az elmúlt vasárnap egy édesapáról szólt az igehirdetés, akinek ez volt a jellemző mondata, hogy hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemen. Próbálok hinni, szeretnék hinni, segíts nekem, hogy elhiggyem, hogy a fiamat meg tudod gyógyítani. Mai alkalommal a hitről úgy fogunk beszélni a felolvasott igeszakasz alapján, mint ami veszélyeztetve van, mert az ember életében lehet, válhat a hit formálissá. És majd a következő vasárnap Kelédi Márton testvér arról fog szólni, hogy sajnos még az is előfordul, hogy valaki elveszíti a hitét, hiszen Pál így beszél egyik munkatársáról, hogy a hit dolgában hajótörést szenvedett. De nem így fejeződik be ez a sorozat, majd fogunk beszélni a győzelmes hitről, a tovább hagyományozható hitről. Ma tehát a formálissá vált hitről fogunk beszélni. Kedves gyülekezet, azt szokták mondani régen az országunkról, hogy mi keresztény ország vagyunk. Tessék mondani, igaz ez? Hát szeretnénk, ha igaz lenne. Azt mondhatnánk, hogy formális keresztények tömege van a mi országunkban. De megtért keresztények sokkal kevesebben vannak. Tegnap, ahogy jöttünk haza Ausztriából, a csoporttól, a vendégmunkások áradata megy most keresztül az országban. Az egyik parkolóban megálltunk az M1-es autópályán, rengeteg muszlim vallású ember volt a parkolóban. És az egyik Mercedes mellett ott volt egy szőnyeg, és mindenki előtt ott imádkozott, talán az édesapa lehetett. A gyerekek meg a feleség ott ülték körül, ő pedig ott imádkozott. Ki tudja, ki járt arra, ki mit gondolt róla. Akármit mondhatunk más vallásról, de az az ember bizonyára nem úgy gondolta, hogy volt egy gyerekkori hitem, van valahol egy Isten, és az az én magánéletembe való kis hitvallásom. Ő leterítette a szőnyeget a tömeg előtt. Nem azért, hogy mi lássuk, hanem azért, mert belülről így gondolta. Kedves gyülekezet, a formális hit, a formálissá váló hit az Istennel való kapcsolatában rendül meg. A külső megnyilvánulások tartanak az életében, de a belső tartalom nem mindig. Azt a bosszúságot bizonyára többen átélték már, akik a számítógépet használják, hogy egyszer csak leülnek elolvasni, el akarják olvasni az aznapi leveleiket, és akkor azt írja ki a számítógép, a kiírja, hogy kapcsolat nélküli üzemmód. Ami azt jelenti, hogy most éppen nincsen internet kapcsolat, az összes levelet el tudom olvasni. Ez ma csak azt jelenti, hogy a kapcsolat idejére szóló összes levelet el tudom olvasni. Akár 5 évre vonatkozó el tudom olvasni az összes levelet. Csak épp a ma reggelit nem tudom elolvasni. Aztán, ha ez az állapot fennmarad, hogy kapcsolat nélküli üzemmód egy hét múlva, akkor már egy hete nincsen semmi kommunikáció, de még mindig elbírom olvasni az összes régi levelet. Kedves gyülekezet, aki Jézus Krisztussal élő közösségbe kerül, megtér, Jézus lesz a megváltója, és boldog életet élnek együtt, és napi kapcsolat van az Úr Jézus Krisztussal, ott állandó a kommunikáció és Jézus Krisztussal az élő közösség, és nem formális. De egyszer csak az ember elhanyagolja az imádságot, a bibliaolvasást, a Krisztussal való beszélgetést,
akkor az összes régi élmény ott lesz az életében. Azt énekeltük, hogy emlékezz vissza az útra. Nagyon fontosak az emlékeink Krisztussal, de ha nincsen napi, friss találkozás, akkor ha egyre távolodunk attól a pillanattól, amikor még élő és igazi volt a közösségünk, megmarad az összes emlék, de egyre nagyobb lesz a távolság, amikor nincs igazi kapcsolat Jézus Krisztussal. A Laodicea gyülekezet az egyik legismertebb kis-ázsiai gyülekezet a levél tartalma miatt. Azt tudhatjuk erről a gyülekezetről, hogy egy gazdag kereskedő városnak a közössége, amely város gazdasági értelemben nagyon jó halad előre. És nyilván a gyülekezet tagjaira is ez érvényes. Valamikor megtértek, Jézus Krisztust megismerték, és komoly hívő emberek lettek. Most azonban a gyülekezet angyala, a hét levél mindegyike a gyülekezet angyalával van kapcsolatban, azt az üzenetet küldi a gyülekezetnek, hogy tudok mindenről, tudok cselekedeteidről, és a jellemzésed az, hogy langyos vagy. Bár volnál forró, bár volnál hideg, de most a lelkületed langyos. És ezt a megállapítást a korabeli városlakók nagyon jól értik. Ez azt jelenti, hogy nincs kapcsolat. Nincs igazi kapcsolatod a forrással. A város gazdag város, de az a probléma, hogy nincs saját vízforrása. A gyógyvizet Hierapolisból szállították oda vezetéken. Ki tudták építeni a vezetéket, meg volt rá a pénzük. De a gyógyvíz akkor gyógyvíz, ha meleg víz marad. És a meleg víz érdemben sokat veszített a hőmérsékletéből, mire odaért a városba. Azt mondják, hogy az illata megmaradt a víznek, elviseljük mondjuk Berekfürdőn meg Hajdúszoboszlón az illatot, mert gyógyító meleg víz. De ha csak az illat van, az már nem jó. Elhűlt a víz, langyossá vált. Ivóvízforrásuk pedig Kolossé környékéről volt, és onnan is vezetéken vitték a vizet, sőt volt, ahol átemelés, arra akkor nem volt lehetőség, hordókba vitték át, ahol nem volt elég esés, és egy újabb csatornába jött hozzájuk a víz. És nem volt már hideg az a víz. Igazán élvezhető víz, az ivóvíz sem. Vagyis fizikai értelemben ennek a városnak az a baja, hogy mindene megvan, csak forrása nincsen. Se meleg vízforrása, ami gyógyítson, se hideg vízforrása, ami felüdítse az embernek a lelkét. És amikor az üzenet most azt mondja, hogy langyos vagy, nem hideg, nem meleg, ez a panaszom ellened, akkor ez lelki értelemben azt üzeni ennek a gyülekezetnek, hogy mindened megvan, de az a bajod, tudod, hogy nem vagy a forrásnál. És lehet, hogy fizikai értelemben ez a város nem tud elköltözni se a meleg vízforrásokhoz, nem tud elköltözni a hideg vízforrásokhoz, mert megtelepedett. De lelki értelemben az embernek van lehetősége arra, hogy a forráshoz menjen. És ez úgy kezdődött ez a történet, hogy maga a forrás látogatott meg bennünket. Emlékezünk a Samária asszonynak a történetére? Ott ül ez a romlott életű asszony a kútnál, vagy ott volna a kútnál, megy vízért. Fizikai értelemben eltalál a vízhez, de lelki értelemben ő nem találta meg az élet vizét. És mekkora nagy kegyelem, hogy a mennyből e földre eljött Jézus Krisztus Samáriában, Sikár városán megy keresztül, és ez mennyei időzítés, pont akkor, amikor ez az asszony ott van. És Jézus azt mondja, hogy itt van, asszony, a forrás. Itt van az igazi forrás. Én tudok neked adni az élet vizéből. Ivott ez az asszony. Az elején nem értette, nem akarta, de aztán minden valószínűség szerint ivott, mert Jézus Krisztusban felismerte a prófétát és az Isten ajándékát. Fizikai értelemben ez a város vízforrások tekintetében nem jó helyre települt. De már megérezte a múltjában, hogy az üdvösség forrása Jézus Krisztus eljött hozzájuk, és rátaláltak Jézus Krisztusra. És ha egyszer ez lehetett, akkor ez lehet a mindennapokban. Testvérek, mi mindannyian azért lettünk hívők, és azért vagyunk Jézus Krisztussal közösségben, mert
eljött hozzánk az életvize. És ott, ahol éltünk, megszólított bennünket, felhívást intézett hozzánk. Mi befogadtuk Jézus Krisztust a szívünkbe, és létrejött egy áldott közösség. Most az a kérdés a Laodicea gyülekezetben, hogy hogy fordulhat az elő, hogy az élő víznek a forrásától ez a gyülekezet valamilyen módon eltávolodott. Azt mondja a Szentírás, hogy az a véleménye a gyülekezetnek önmagáról, hogy gazdag vagyok, és nincs szükségem. Testvérek, hogy is történt az életünkben a megtérés? Ráébredtünk a szükségünkre, hogy Jézusra van szükségünk. Valakinél a szükség egy betegségben jelent meg, valakinek a bűnei voltak, amelyek elhalmozták az életét, vagy az életnek az értelmetlensége. Kinek hogy volt az életében a legfontosabb szükség, ami azt mutatta, hogy nincs Jézus az életében? És el tudtuk mondani azt az imádságot, az Úr Jézus Krisztus, befogadlak a szívembe, ahogy a Lukács filmben olvassuk, szükségem van rád. És ő meghallott ezt a szükséget, bejött a szívünkbe, és új életet adott. És van az embernek, a hívő embernek olyan életfázisa, amikor azt mondja, hogy most már nincs szükségem az Úr Jézusra. Van ilyen, testvérek? Ha helyes az életünk, akkor nincs. A Laodiceák azt mondták, hogy meggazdagodtunk, nincs szükségünk semmire. Nem vagyunk ráutalva többet az élő víznek a forrására, Jézus Krisztusra. Lehet, hogy a polcunkon ott van díszként a hit, lehet, hogy szüleinktől örökölt hagyományként valahol ott van, lehet, hogy kulturális értékként ott van, de nincs a szívünkben igazi szükség. Testvérek, miért szoktuk összetenni a kezünket, és miért szoktunk imádkozni? Mert eljött az ideje? Mert valaki számon kéri tőlünk? Ha a hitünk és az életünk igazi közösségben van Jézus Krisztussal, akkor mi szeretnénk vele beszélgetni. Azért szoktunk imádkozni, azért szoktunk Bibliát olvasni, azért szoktunk imaházba jönni, azért szoktunk szolgálni az Úrnak, mert úgy érezzük, hogy szükségünk van ezekben Jézus Krisztusra. És amikor az ember elveszíti ezt a belső éhségét és szükségét, akkor elindul egy lejtőn lefelé. És ha úgy érzi, hogy a süt a nap, akkor nem kell esernyő. Mennyi embertársunk van úgy, akinek lehet, hogy Isten kegyelméből megváltozott az élete. Elkezdett másképpen sütni a nap az életében, és a lelkünk ellensége a fülébe súgta, hogy el vagy már te egyedül is. Van, aki azt szokta mondani, hogy Gábor testvér, senki sem segít rajtam, beteg vagyok, nem találok jó orvost, szíveskedjen imádkozni már értem. Vagyis hogy gondolja ez az ember? Ha már az orvos nem segít, akkor forduljunk oda Istenhez. De mi hogy is szoktunk gondolkodni? Amikor elmegyünk az orvoshoz, akkor már szoktunk imádkozni. Mert tudjuk, hogy rajta keresztül tud nekünk segíteni az Isten. Vagyis ennek a gyülekezetnek az életéből elmúlt a szükség. Gazdag vagyok, nincs szükségem semmire. És a lelkileg Isten nélkül gazdag gyülekezet, a forrás nélkül gazdag gyülekezet, az nincs a helyén. És figyeljük csak, hogy mennyire nincs a helyén. A szakasznak a végén azt olvassuk, hogy a gyülekezetet megszólító Úr Jézus hol is helyezkedik el. Így olvassuk, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Kívül vagy belül? Kívül. El lehet azt képzelni, testvérek, hogy van az imaházban pad, orgona, mikrofon, lelkipásztor, énekkar, orgona, mindenfajta zene, szóval minden van az imaházban, de Jézus meg kívül van. El lehet olyat képzelni? Sajnos igen. Ha szívünkben nem hordozzuk őt. Testvérek, sok templom működik a világon, ahol a liturgia tökéletesen meg van szerkesztve, milliméterre ki van mérve minden, mindenki a megfelelő öltözékben van, mindent időben kezdenek, minden működik, és az ember azt érzi, amikor kiment a templomba, hogy bejöttem megfázni.
még ha fűtés van akkor is. Mert hogy mindenkivel találkoztam, csak Jézussal nem. Mert az egészben nem volt benne Jézus. És testvérek, nem csak egy gyülekezettel fordulhat ez elő. Egy hívő emberben is előfordul. Mert győzelmesen behívhatjuk Jézust az életünkbe, bejön az életünkbe, elfoglalja a főhelyet, megváltoztatja az életünket, gazdaggá tesz bennünket, de ne gondoljuk azt, hogyha nem szólunk hozzá, ha nem kérjük, hogy avatkozzon be az életünkbe, ha nincs rá szükségünk, akkor tétlenül ott ül. Azt olvassuk az Ószövetségben, többek között Ezékiel próféta könyvéből, hogy egyszer csak az Úr dicsősége elhagyta a templomot. És el is írja a próféta, hogy miért. Minden működött, csak Isten hiányzott a jeruzsálemi templomból. Mert a nép nem foglalkozott vele, nem szólította meg őt, nem számított rá, nem olyan értékrenddel élt. Vajon mi van az ilyen gyülekezettel? Mi van az ilyen emberrel, mint a laodíceai testvérek, akik szívében nincs már az első szeretet, a vágyakozás Krisztus után, akik valahogy így élnek, hogy meggazdagodtunk, és nincs szükségünk semmire. Az ilyen hívő ember és az ilyen közösség sokszor a formákhoz sokkal jobban ragaszkodik, mint a többi ember. Mert azt gondolja, a formákban van még az, amihez nekünk ragaszkodni kell, és a tartalommal meg nem foglalkozik. Vajon mit lehet tenni, testvérek, egy sikertelen mai fogalmakkal, egy sikertelen projekttel? Rá kell csukni az ajtót, és hagyni kell magára. Nem így gondolkoznak az üzletemberek. Ha valami nem megy, megmondta már az a klasszikus szakállas ember, tetszetek ismerni, Leninre gondolok, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Ez a levél, amely a Szentírásba bekerült, testvérek, nem erről szól. Arról szól, hogy a gyülekezet kap egy pontos diagnózist, hogy már nem a forrás mellett vagy, de nem úgy folytatódik, hogy az ajtó előtt állok, rátok csukom az ajtót, és akkor hagylak benneteket lelkileg elsenvedni. Azt olvassuk az igében, így szól, hogy akit szerettek, azt megfeddem, és megfenyítem. Testvérek, a Szentírásban annyiszor olvassunk arról, hogy amikor az ember hátat fordít az Istennek, szinte az ember csukja rá az Istenre az ajtót, akkor Isten nem fogadja el az embernek a pillanatnyi érzelmi döntését, vagy tudati döntését, hanem utána megy az embernek. Újból megszólítja, újból szereti. Van itt közöttünk valaki, akinek az életében volt egy nagyszerű indulás, aztán valahogy saját rossz döntései nyomán gazdagnak érezte magát lelkileg, nem érezte a szükséget, és úgy lelkileg lecsúszott, vagy legalábbis távolabb került Krisztustól. És aztán ne érezte volna azt az újból lehajló szeretetet, amely magához akarta vonni. Biztosan nincs ilyen közünkben. Mert Isten kegyelme ma még úgy működik. Hála neki, érthetetlen, érdemtelenségünk ellenére, hogyha ilyen előfordul az életünkben, akkor újból szólít bennünket. És ki kell mondanunk, testvérek, aki akár azért, mert valaki szépen csak úgy elhanyagolja, akár azért, mert valaki egyszer, és ez borzasztó, tudatos döntéssel azt mondja, hogy én nem akarok tovább az élővíz forrásából lenni, kimondhatjuk, hogy azt az embert nem hagyja békén a mindenható Isten. És különböző eseményeken keresztül néha még évtizedek múlva is szólingatja. Akit szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Testvérek, a megfeddem az nem szeretetlen fejmosás. A megfeddem sokkal inkább valami fajta szembesítés azzal a helyzettel, amiben éppen most vagyunk. De ettől az ember szeret ám elmenekülni.
Ki az, aki szereti azt, ha leül valaki, és elmondja, hogy neked most éppen ez a hibád és ez a problémád? Szeretik ezt a testvérek? A családban mi ezt nem szeretjük, pedig nem vagyunk egy különleges család. Én se szeretem, ha valaki azt mondja, hogy apa, ha gyerek mondja, ha a feleségem mondja, ha más mondja, tudod, hogy neked ez a hibád? Most ezt vétetted, nem nagyon szeretjük ezt. De testvérek, ez mindig a szeretetnek a szava. És azt mondja az író, hogy akit szeretek, megfeddem. Ez a kegyelemnek a megszólítása. Jártak a testvérek a régi Vidámparkból, különfajta tükrök voltak. Akik mosolyognak, látom, hogy jártak. Vörbe, homorú, mindenfajta borzasztó tükrök voltak. Minden tükör csalt valamennyire. Mentünk, innen is megtalálkoztunk magunkkal, onnan is találkoztunk magunkkal a legváratlanabb helyzetekben. Ami Istenünk kegyelmes szeretete úgy működik, hogy sokszor hónapok vagy évek múlva is, hol így, hol úgy, hol amúgy, megfed bennünket, és szembesít bennünket önmagunkkal. Emlékezzünk egy ószövetségi történetre. Isten választott emberéről van szó, Dávid királyról. Elkövetett egy bűnt. És nem azt olvassuk a Szentírásból, hogy Isten magára hagyta ezt a Dávidot, hanem küldött oda egy prófétát, és a prófétát felruházta bölcsességgel, hogy a király nehogy túl hamar követ dobjon a tükörbe, hanem a prófétával, Nátánnal tetszenek emlékezni, hogy elmondatott egy kis történetet. A királlyal kimondatta azt a szót, hogy ez bűnös, aki a történet szól, és tenni kell ellene valamit. És aztán azt mondja a próféta szelíden, hogy te vagy ez az ember. Megfeddelek. Ismerik a testvérek Isten kegyelmének ezt a megnyilvánulását saját életükben? Amikor valamiért a forrástól egy picit eltávol. Valamiért az égető szükség Krisztusra úgy elmúlt a szívükben, és ennek akár etikai következménye is lettek. És aztán egyszer csak érkezett a tükör. Amikor azt mondja az ószövetségi nép egy zsoltár imádságban, hogy seregek ura, állíts helyre bennünket. Akkor ez a helyreállító kegyelem ez sokszor így működik, hogy szembesít bennünket önmagunkkal. És hát ott van nem csak az, hogy akit szeretek, azt megfeddem, hanem akit szeretek, azt meg is fenyítem. Testvérek, az Isten fenyítés az mindig arányos. Az mindig célszerű, és mindig szeretetből történik. Sosincsen másképpen. A szülők szoktak indulatból büntetni, testvérek. Szoktak a testvérek? Úgy, hogy szikrázik a szemünk. Hajaj! És ez nem jó. És a felolvasott ige azért íródott meg, mert a hitében meggyengült gyülekezet a feddés és a fenyítés által most az Isten kegyelmének a részese lehet. És mekkora ellentét van. Azt mondja ez a gyülekezet, hogy nekem nincs szükségem semmire. Meggazdagodtam. Így vagyok, ahogy jó vagyok. Nem vagyok éhes az Istennel való közösségre. És azt mondja a Szentírás, hogy te, aki gazdag vagy, most vásároljál. És a kegyelem eszközeit felajánlja a gyülekezetnek a gyülekezet ura. Azt mondja, hogy te, aki gazdag vagy, most vegyél tőlem aranyat. A gazdag embernek azt mondják, hogy vegyen aranyat, mert erre van szüksége? Azt mondja, hogy vegyél tőlem ruhát, és azt mondja, hogy vegyél tőlem orvosságot. Mert ha ezeket megkapod, és megveszed, elfogadod, akkor újból helyreállsz.
Testvérek, pénzbe kerülnek ezek a dolgok a Laodicea gyülekezetnek? Nem, nem kerülnek pénzbe. Ezek az Isten kegyelmének az ajándékai. Ahogy mondja a Szentírás, Ézsaiás proféta könyve, hogy jöjjetek és vegyetek ingyen, mert a hit, testvérek, az nem kerül az embernek pénzbe. Mert a lelki tisztaság az nem kerül pénzbe. Mert a hiteles lelki látás az nem kerül pénzbe. És ezt mind felajánlja a kegyelem ura a gyülekezetnek, a megújulásukhoz szükségve. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Olyan hitet, amely kiállja a próbákat. Olyan hitet, amely mindig szükségét érzi a Krisztussal való közösségnek, és nem csak ünnepi hit, nem csak alkalmi szükség. És vegyél tőlem ruhát. Annak a városnak híres volt a szövőipara. Micsoda ruhába járhattak a gyülekezet tagjai is. És errefel azt mondja neki a gyülekezet ura, hogy ne lássék mezítelenséged, ezért védj tőlem ruhát. Emlékszünk a paradicsomi történetre. Arra, hogy amikor az ember eltévedt a jó Istentől, és a bűnnek az útjára járt, akkor egyből elkapta a szégyenérzet. Ha rájössz, szól az üzenet, hogy bűneid vannak, és hogy szégyelled magad, és hogy koszos az életed, akkor Laodiceának nem elrejtőzni kell, hanem védj tőlem ruhát, hogy Isten kegyelme befedezzen téged. És abban a városban híres volt a szemkenőcs. És lehet, hogy sok ember meggyógyult a szemkenőcstől, de nem gondoltak a gyülekezet tagjai arra, hogy miközben úgy látták magukat, hogy mi gazdagok vagyunk, tulajdonképpen mi nem jól látunk, nem jól értékeljük az életünket. Védj tőlem helyes értékítéletet, hogy úgy lásd magad, ahogyan vagy. És testvérek, ezek ismét mondom, ha Milán azt is mondta, hogy pénzbe kerül, nem kerülnek pénzbe. Ezek az Isten kegyelmének az ajándékai az életünkben. És sokszor csak arra van szükség, hogy az ember ismét kérjen. Ismét kérjen, és azt mondja, Uram, add vissza azt a hitet, amely a megtérésemkor volt. Uram, a te véred érdemért, bocsásd meg az én bűneimet, és vedd el az én szégyenemet. És Uram, nyisd meg az én szememet, hogy úgy lássam magam, és úgy lássalak téged, ami a valóság, és állítsd helyre az életemet. Ez nem kerül pénzbe. Ez Isten ingyen való kegyelméből van. Többször elhangzott ma, hogy ez a gyülekezet eltávolodott Istentől. Sokan azt mondanák, hogy új gyülekezetet kellene helyette alapítani, mert eltelt önmagával, nincs minden rendben. És a felolvasott levél, testvérek, nem csak azzal fejeződik be, hogy talán lesz valahogy, hanem a győztesnek szóló ígérettel fejeződik be. Mert a hitnek a győzelme az életünkben nem azt jelenti, hogy felmásztunk egy hegycsúcsra, és akkor végig a hegyek tetején sétálunk, és ez a győzelem, és hogy nincsen semmi bajunk. Az is győztes hit lehet Isten kegyelme által, ha van az életben egy lecsúszás, van egy olyan szakasz, amikor formálissá válik a hit, ugyanolyan győzelmessé lehet az a hívő ember is, mert Isten kegyelme felemeli, és helyreállítja. És ugyanolyan esélye van annak az embernek. Mennyien vannak, testvérek, Isten gyermekei közül, akiket itt-ott-amott a sátán becsapott. És azt mondhatjuk a Szentírás szavaival, hogy nézzetek életüknek a végére. Mert Isten kegyelme valamit fordított az életükön, ők elfogadták, és helyreállította őket. Mindenkinek, még a Laodicea gyülekezetnek is van arra, hogy a győzelmes hit legyen az esélye. Mert a hit nem csak először elfogadható Isten kegyelméből, hanem Isten meg tudja újítani a hitünket,
a vele való közösségünket. És meg tudja tenni a Laudécia gyülekezettel, hogy ez a gyülekezet ismét azt mondja, hogy én boldog lelki szegény vagyok, mert szükségem van az élet forrására, Jézus Krisztusra. Íme az ajtó előtt állok, szól ennek a szakasznak a legismertebb Biblia verse, és zörgetek, és aki meghallja az én hangomat, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Elhagyták az élő vizek forrását, és most azt ígéri nekik Jézus, hogy vele vacsorálok, ő pedig én velem. Vagyis, hogy teljességgel helyre fogja állítani a kapcsolatot. Bizonyára a testvérek látták már azokat a képeket, amelyek ezt az ige szakaszt egy festményben igyekeznek megörökíteni. Bizonyára láttak ilyet a testvérek. És a képzőművészek úgy képzelik el ennek az ige szakasznak a hátterét, hogy festenek egy ajtót, amely előtt valaki kopog. És ez az ajtó hibásan van lerajzolva. Mégpedig a hiba az, hogy kívül nincs kilincs. Én nem láttam még olyan festményt ez ige szakasz alapján, ahol az ajtó lett volna kívül kilincs. Hibás, testvérek, a rajz? Hibás az ajtó? Hát hiszen a mi ajtóinkon kívül is, és belül is van kilincs. Hogy ott csak belső kilincset festenek? Ajtó előtt állok, zörgetek. A hangot már ismerik, hiszen már hallották a Jézusnak a hangját, közösségben voltak vele, de a kilincs belül van. Nagyon szeret bennünket a mi Istenünk. Fiát Jézust adta értünk, megváltott bennünket. A helyreállító, a megtartó kegyelem működik az életünkben. Egy dolog azonban a miénk, a szabad akarat. Ahogy először nyitottuk meg az ajtót, úgy, ha sajnos másodjára is meg kell nyitni, akkor is ez a mi döntésünk. Nem töri ránk az ajtót. Nem. Ez a mi döntésünk. Nekem kell lenyomni a kilincset, és megújulásért fohászkodva, nekem kell kitárni az ajtót, és azt mondani, megváltom, újítsd meg az életemet, jöjj be ismét az életembe. Kisütött a nap, hazamentek a testvérek esernyő nélkül, mert azt gondolták, hogy nincs rá szükségünk. Kedves gyülekezet, Istenre mindig szükségünk van. A vele való közösségre mindig szükségünk van. Így lehet az életünk teljes, és így lehet boldog, és etikai értelemben is így van a helyén az életünk, ha vele állandó közösségben vagyunk. Ne engedjük el az ő kezét soha. Amen. Mielőtt imádkozunk, énekeljük, ha földi utad véget ér, hogy állsz az Úr elé? 191. énekünket énekeljük. 191. énekünket. Thank you.
hajtsuk meg fejünket és szívünket imádságra, és mindenek előtt magasztaljuk a mi Urunk Jézus Krisztust a hitünkért, mert van hitünk. Magasztaljuk azért, mert befogadhattuk őt az életünkbe, és megajándékozott a vele való közösséggel, és milyen nagy öröm ez az életünkben. Aztán pedig kérdezzük meg őt, mit lát most bennem és bennünk? Mennyire vagyunk a forrástól? Ott vagyunk? A lehető legjobb és legteljesebb a vele való közösségünk? És ha azt fogja mondani, hogy gyermekem, szeretnélek közelebb vonni magamhoz téged, még többet adni neked, még inkább gazdagabbá tenni, értékesebbé tenni az életedet. Mert tudod, ugye tudod, hogy szükséged van rám, ha ezt halljuk, amikor kérjük most az ő véleményét, akkor kérjük, Uram, vonj engem magadhoz. És ha talán valakinek már az a helyzete, hogy a kilincset le kell nyomni, mert valahogy messze került a forrástól, nyugodtan nyomja le a kilincset, és mondja azt, amit az énekíró mondó, jöjj szívembe, áldott Jézus. És ha kell, akkor mondja azt, hogy újra, újra lakj abba, és törzsd ki az életemet. Legyünk csendben, és csendes közösségben imádkozzunk, és aztán majd mindannyiunk csendes imádsága után hangosan fogok imádkozni. Úr Jézus, köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket, életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy befogadhattunk téged a szívünkbe, az életünkbe, és köszönjük, hogy meggazdagodhattunk általad. Minden lelkileg szükséges áldással. Te mindannyiunknak az életét ismered, az ige hallgatókét, az ige szólójét, és tudod, hogy éppen most mennyire áldott és teljes a veled való közösségünk. Olyan világban élünk, ahol annyifajta lehetőség van, amivel az ember a lelkét táplálja. Sokszor annyi gondunk, bajunk van, és néha kegyelmedből áldott az életünk, és elfeledkezünk, hogy ez csak benned van. Kérünk, Úr Jézus, hallgass meg imádságainkat, és munkáld mindannyiunk szívében egyen-egyenként, hogy a lehető legközelebb kerüljünk hozzád. Hogy ne legyen reggelünk, ne legyen esténk, ne legyen semmilyen munkánk, semmilyen élethelyzetünk, amikor úgy érezzük magunkat gazdagnak, hogy nincs rád szükségünk, és nem vágyakozunk a veled való közösség után. Kérünk téged, hallgass meg imádságainkat, újítsd meg az életünket. Amen. Isten tiszteletünk végén köszöntöm szeretettel az ige hallgató gyülekezetet. Istenünk igéje váljék élővé és hatóvá mindannyiunknak a szívében. Kedves gyülekezet, ne feledkezzünk meg a betegeinkért elmondott imádságokról. Örülünk annak, hogy betegeink közül többen vannak, akik gyógyulnak. Örülünk annak, hogy Feri bácsi is itt lehet, múlt vasárnap nem tudott itt lenni gyengessége miatt az úrvacsorán, de örülünk, hogy megerősítette az Úr. Olyan információink vannak, hogy Mihály Mancika néni hét elején véglegesen haza kerül a kórházból a rehabilitáció után is. Békefi Emőke köszönti a testvéreket és köszöni a sok-sok imádságot. Erőteljes nála a gyógyulásnak a jele, és reméljük, hogy egy-két hét múlva ide jöhet a gyülekezetünkbe is. Ne feledkezzünk meg a nehéz terhek előtt álló beteg testvéreinkről, és hadd említsem meg Mikó Csaba testvérünket, akinek egy súlyos műtétje lesz a ránk következő héten. Imádkozzunk, hogy a Jóisten adjon a szívébe reménységet,
és a Krisztussal való közösségben is hagy tudjon megújulni a mi testvérünk. Ahogy már az Isten tisztelet elejét mondtam, a gyülekezetünk kiránduló csoportja Ausztriában van egy háromnapos kiránduláson. Egy képet látnak a testvérek, látják a képet a testvérek. Ez tegnap délután készült a Schneebergen, Ausztria egy csodálatos magas hegyén. Ott lehettünk együtt a testvérekkel, imádkozó szeretettel gondolnak ránk, majd még részletesebben beszámolnak, ha hazaértek, ma este fognak hazajönni. Ma délután nincsen Isten tiszteletünk, legközelebb kedden találkozhatunk, délután 5 órakor ima közösségben a kis teremben, azt követően pedig csütörtökön este 6 órakor folytatjuk a Tesszalonikai levélnek a tanulmányozását. A következő vasárnapon 9 órakor lesz ismét az imóránk a Veleszházban, és jövő vasárnap mind a délelőtti, mind a délutáni Isten tiszteleten Kell Édi Márton testvér gyülekezetünk lelkipásztora hirdeti az igét. Június 25-én, szombaton délután 4 órakor mennyegzői Isten tiszteletünk lesz, ahol Lázár Éva és Hornok István testvérek fogadnak hűséget a mi Istenünk színe előtt is. Június 4. vasárnapján a délelőtti alkalmaink a hagyományos időpontban kezdődnek, délután pedig közösségi délutánunk lesz majd a Veleszházban. Nincs kiírva, de természetes, hogy augusztus 1. vasárnapján úrvacsorai istentiszteletünk lesz a délelőtti istentisztelet keretében. Az ifjúsági táborba augusztus 9-én vasárnap reggel indulunk. Hála jó Istennek, hogy túltelített a táborunk, mármint, hogy túljelentkezés van bőségesen. Kérjük, hogy a testvérek imádkozzanak azért, hogy áldással jöjjünk haza, lelki megújulása legyen a fiataloknak, akiknek pedig szükséges, azoknak pedig megtérés jöjjön el ebben a táborban. Akik szeretnének valamilyen adománnyal hozzájárulni az ifjúsági táborhoz, akár pénzadománnyal, akár élelmiszerrel, hiszen nőtestvéreink jönnek, és ők fognak ránk főzni, azok Lázár Mária testvérnőt keressék meg. Augusztus 16-án egyházunk hagyományai szerint Tahi vasárnap lesz a Tahi táborban, délelőtt 10 órakor kezdődik a konferencia, és majd délután is lesz alkalom. Ezen a vasárnapon a körzetünkben semmit, sem Sűsápon, sem Szentmártonkátán nem tartunk istentiszteletet. Bátorítjuk a testvéreket, hogy vegyenek részt ezen a konferencián. Záró énekünk így kezdődik. Boldogok, kik újjálettek, újjászülve lélektől, elhagyták a régi éltet, s újat nyertek Istentől. 252. énekünk minden versét fennállva énekelje a gyülekezet.
Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus, foglaljon helyet a gyülekezetben.